Ma tetőzhet az árvíz Magyarországon, utakat is le kellett zárni Szlovákiában, áldozata is van az áradásnak. Amerikában közben tűzvész pusztít Kaliforniában, az állatokat mentik, de kilakoltatás is jöhet. Tombol a járvány Európában, az országok sorra szigorítanak, a franciáknál kijárási tilalom lesz. Bővül az otthonteremtési program, januártól felújításra is kérhető támogatás, ez is pörgeti a gazdaságot. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Józsanett vagyok. Áradnak a folyók, Magyarországon a vízátfolyások miatt több helyen utakat is le kellett zárni. Vannak területek, ahol homokzsákokat is leraktak. Lehet látni, hogy a legtöbb esőt a Sajó-Hernád vízgyűjtője kapja. Másod- és harmadfokú védekezési szintet rendelt el a vízügyi hatóság. Az előrejelzések szerint több helyen is mára várják a tetőzést. A vízügyi szakemberek felkészültek a védekezésre, éjjel-nappal figyelik a folyók vízszintjét. A napokon át tartó esőzés miatt több hazai folyón árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. A Hernádon és a Sajón a legrosszabb a helyzet, mindkét folyó felső szakaszán harmadfokú készültség van érvényben. A Sajó áradása miatt egyre több utat zárnak le Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a forgalom elől. Nem járható például a Putnokról Sajó-Velezdre vezető út egy szakasza, de Sajó-Velezdről Vadna települése sem lehet eljutni. A Sajó-Galgóci bevezető út szintén járhatatlan, a település emiatt megközelíthetetlen. Van olyan lakos, aki nem tudott bemenni a munkahelyére, felszerelését kollégái jutották el neki a hatóságok segítségével. Ezt úgy oldják meg, illetve mindent, amire szükség van az embereknek, úgy oldják meg, hogy egy traktorral kijönnek, átadják, amire szükség van, és ezt beviszik annak, akinek természetesen címezték. Sajó püspökinél a folyó tetőzés közeli állapotban van, jelenleg 390 cm-en áll a vízszint. Ez mindössze 26 cm-rel marad el az ezen a területen valaha mért legmagasabb vízállástól. Itt kerteket, földeket öntött el a víz. A Hernád folyamatosan emelkedik, több helyen figyelő szolgálatot tartanak fenn, és készen állnak az azonnali segítségre. Folyamatosan árad még a folyó, ez már jóval megharadja a harmadfokú készültségi szint elrendeléséhez szükséges vízállást, és ez a helyzet a középső szakaszokon is, például Gesztelyen, és ott Gesztelyen, illetve Ócsanálos között 1,6 km hosszan a vízügyes szakemberek hajnali 6 óra óta nyulgátat építenek. A szakemberek mintegy 20 ezer homokzsákot felhasználva több mint másfél kilométeren át dolgoznak a gátépítésén. Az észak-magyarországi folyók elsődleges vízgyűjtő területe Szlovákiában van. Az elmúlt napok heves esőzéseinek következtében több szlovák folyó is megáradt, településeket is veszélyeztetnek. Az árvízveszély miatt harmad- és másodfokú riasztás van továbbra is érvényben. Az M1 tudósítói folyamatosan figyelik a hazai árvíz helyzetet. Sajó-Galgócon van Kereki Gergely, a közelben több utat és települést is elöntött a Sajó. Mik a legfrissebbek? Jó napot kívánok! Mi itt vagyunk a Sajó-Galgóc felé vezető bekötő úton, mégpedig egy teherautó platóján állok alattunk, ugyanis 60 cm-nyi víz van, és ezen a szakaszon csak ilyen járművekkel lehet közlekedni. Voltunk a faluban is, és a helybeliek a helyzethez képest jól vannak. Volt már többször ez hasonló helyzet, azt mondták, a legtöbben több napra vásároltak, és természetesen az önkormányzat is igyekszik segíteni, például kis buszokkal hoznak tejet, illetve kenyeret. Ez a mostani helyzet elsősorban azokat bosszantja, akik nem tudtak munkába menni az árvíz miatt, azonban bíznak benne, hogy minél hamarabb levonul az ár, és visszatérhet minden a normális kerékvágásba. Egyébként Sajó püspökinél a mai napon minden bizonnyal 390 cm-nél tetőzött a folyó, és holnapra Sajó Szentpéterre várják a tetőzést. Egyébként pedig a Sajó teljes szakaszán, tehát több mint 60 kilométeren harmadfokú árvízvédelmi készültség van jelenleg, és sajnos egyre borúsabb az idő, tehát a reggeli napsütésnek gyakorlatilag hűlt helye van. El is kezdett cseperegni az eső, és az előrejelzések szerint már kora délutántól várható kisebb esőzés, este pedig minden bizonnyal nagyobb mennyiségű, körülbelül 10 mm-nyi csapadék is várható itt ebben a térségben. Megyünk tovább a Hernádhoz, 4 méter fölött várják a tetőzést, ezért gátat építenek az emberek. Ott van Zépintje Zsolt.
Üdvözlöm a nézőket! Gesztei és Ócsanálos között állok éppen a Hernád töltésén, és ahogy látják, mögöttem elkezdődött valóban a munka. Reggel 6 óra óta dolgoznak itt a Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakemberei, meg is tudja mutatni a kollégám, hogy éppen zsákolnak, homokzsákokba tesznek homokot, és ezzel fognak egy nyúlgátat kiépíteni valóban 1600 méteres szakaszon. És hogy miért van erre szükség? 2010-ben, amikor a legnagyobb vízállás volt, itt átszakította a töltést a folyó, és a közeli földeket elöntötte. És tulajdonképpen erre a nyúlgát építésére pedig azért van szükség, hogy a belegrádi ivóvízbázist azt megóvják. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy valóban harmadfokú készültség fölött tetőzik majd a Hernád vízállása Hidas Németinél, és 400 cm környékén várják majd ide a vízállást Gesztei környékére is, ami azt jelenteni, hogy egészen itt a töltés aljába is megjelenik majd a víz. Egyébként a vízügyi szakemberek nyugodtak, ők azt mondták, felkészültek erre a munkálatokra. Van körülbelül még 24 órájuk, vagy még annál is több, míg ideér a tetőzés. És azt mondják, hogy ők folyamatosan építik ezt a nyúlgátat. Én azt gondolom, hogy mi, amit itt összeszámoltunk, legalább 50 ember van, ezzel az 50 emberrel folyamatosan végzik ezeket a munkálatokat. Ami a legfontosabb információ, hogy a Vizsoly és Novaidrány közötti útadelemben lezárták, az nem járható, és valószínűleg így lesz a Hernád-Szent András pere közötti úttal is, az sem járható majd. Folyamatosan követjük figyelemmel, hogy milyen munkálatokat végeznek a vízügyi szakemberek, és hogy mi történik. Számomra az megnyugtató, hogy az itteni vízügyesek azt mondták, hogy ők nem számítanak rendkívüli eseményre. Zépintyes Zsoltnak és Kereki Gergelynek köszönjük. És itt van már a stúdióban Szilágyi Eszter, az M1 meteorológusa. Milyen idő várható a napokban? Lesz-e még csapadék? Lesz még utánpótlás az esőnek, mindenképpen köszöntöm a híradó nézőit. Ezekben a percekben is többfelé csepergő esőt tapasztalhatunk az országban, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ma reggel délnyugat felől megérkezett hozzánk egy újabb mediterrán ciklon. A délelőtt eseményeit pedig már is nyomon követhetjük az Országos Meteorológiai Szolgálat radarfelvételein. Ezzel láthatjuk, hogy délnyugaton, tehát a reggeli órákban egy újabb csapadék tömb tűnt fel, amely keleti észak-keleti irányba vette az útját, ám fokozatosan elaprózódott és legyengült. Tehát ezeken a területeken, a kékes-zöldes árnyalatú területeken jelenleg gyenge intenzitású esőt tapasztalhatunk. A kiadósabb, nagyobb intenzitású csapadékhullám majd délután érkezhet Horvátország, Szlovénia irányából, és az egyre inkább északkelet felé bekebelezi majd az országot, így várhatóan az esti órákban már országszerte készülhetünk esőre. Vasárnapig marad a csapadékos időjárás, de drasztikus mennyiségre már nem kell számítanunk. A legjelentősebb mennyiség a folytatásban is az észak-magyarországi régióban hullhat, illetve a nyugat-magyarországi területeken így további 10-25 mm-re van kilátás, míg a legkisebb a csapadék valószínűsége, valamint a mennyisége a délalföldi régióban, itt 5-10 mm-nyi eső várható. Szilágyi Eszternek köszönjük szépen! Szlovákiában halálos áldozata is van az áradásoknak. Egy 26 éves fiatal meghalt, amikor elsodorta egy felduzzadt patak Tavas községben. Csehországban közben homokzsákokkal védekeznek. Tengelyig érő vízben gázolnak az autók az észak-kelet csehországi morva-sziléziai régióban. A harmadik napja tartó esőzések miatt a környéken több patak és folyó is kiöntött, az elárasztott utak több helyen komoly fennakadást okoztak a közlekedésben, a veszélyeztetett településeken homokzsákokkal próbálták megvédeni otthonaikat a helyiek. Jelenleg 150 homokzsákot készítettünk elő, ha tovább emelkedik a vízszint, akkor azonnal riasztjuk a lakókat és folytatjuk a homokzsákok megtöltését, mondta a község polgármestere. A hirtelen áradás azonban sok helyen felkészületlenül érte az embereket, ezt a házat szerda hajnalban öntötte el a víz. Az őseink úgy építették meg, hogy elvileg kibírja a vizet, ezért remélhetőleg nem dől ránk. De ez akkor is kellemetlen, különösen most tél előtt a járvány kellős közepén, mondja ez a férfi. Közben északi szomszédunknál is sok helyen áradások voltak. A Fülek melletti Nagy Darócnál szerdára kiöntött a Szuha patak, a víz elöntötte a mező nagy részét, illetve a patakmenti házak pincéjét. A tűzoltók árvízvédelmi gátakkal próbálnak védekezni az áradással szemben, miközben folyamatosan szivattyúzzák a vizet. Szepsiben is az árral küzdenek. Félünk, hogy bemegy a pincébe a víz, meg itt is, hogy áttör a víz, és akkor hát sajnos nem jó. Tényleg, milyen 10 évvel ezelőtt volt.
A helyi hatóságok felkészültek a védekezésre, a meteorológiai szolgálat ugyanis jelezte, az eső nem áll el egy hamar. Lassan egy napja figyeli az eseményeket. Nagy Emese, az M1 felvidéki tudósítója, mik a legfrissebbek Szlovákiában. Üdvözlöm a kedves nézőket! Az árvízvédelmi intézkedések ellenére a Hernád több ponton kilépett a medréből. Ezt a szlovák-magyar határhoz közeli forgalmas útszakaszt le kellett zárni. Gyakorlatilag a mögöttem található szántóföldeket teljesen elárasztotta az árhullám. A Bodva-menti és a Hernád-menti települések egy részén még mindig kritikus a helyzet. Több út, utca és szántóföld van víz alatt. A házok udvarán és pincéiben is helyenként 20-30 centiméteres magasságban áll a víz. Kassa megye területén több mint 1000 embernek kellett elhagynia otthonát a megárott folyók miatt. Harmadfokú riasztás van érvényben a Sajón, így továbbra is ez a folyó a rozsnyói és a nagyrőcei járásban élőket veszélyezteti. Az előrejelzések szerint a mai nap folyamán a folyók vízszintje csökkenni fog, de nem várható jelentősebb apadás, mivel péntektől újabb jelentős mértékű csapadékra kell számítani. Nagy Emesének köszönjük. Miközben Európában rengeteg a csapadék, a világ másik részén, Amerikában tombol a tűzvész. Kaliforniában hetek, sőt hónapok óta próbálják eloltani a bozott tüzeket. Egyelőre nem sok sikerrel. Ez a három kölyök puma most már az Oaklandi állatkertben van. Pár hete szállították őket ide, amikor majdnem bennégtek egy erdőben. A kaliforniai tűzoltók csak az utolsó pillanatban tudták kimenteni őket a lángok közül. A hónapok óta tartó bozott tüzek miatt rengeteg a sérült állat. Leggyakrabban az állatok mancsa sérül meg a tűzben, vagyis megégnek a talp párnáik. Ezután komoly nehézséget okoz számukra a járás, így nem találnak vizet és nem tudnak vadászni, végül pedig legyengülnek és elpusztulnak, magyarázta egy állatorvos. Nem csak a vadvilágot fenyegetik a bozott tüzek, hanem a lakott területeket is. Kalifornia több megyéjében vörös riasztás van érvényben, a hőség miatt ugyanis könnyen lángra kap a száraz növényzet. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy készítsenek véscsomagot, mert ez megkönnyíti a menekülést egy esetleges evakuáláskor. A hétvégére kánikulát és erős szelet ígérnek a térségben. Colorado-ban több településről is kitelepítik a helyieket, itt a hatóságok történelmi tűzvészre készülnek. A házak fölött már sok helyen sűrű füst gomolyog. A tüzek károsanyag kibocsátása átlagosan tízszeresével növeli a nagyvárosok légszennyezését. Oregon államban már szeptemberben ellepték a betegek a kórházakat, amelyek a koronavírus miatt egyébként is túlterheltek. Volt olyan időszak, amikor minden tizedik ember sürgősségi ellátásra szorult a tüzek füstje miatt, háromszor annyian érkeztek asztmás tünetekkel, mint általában, mondta az oregoni egészségügyi hatóság szóvivője. Afrika legmagasabb hegyén is napok óta küzdenek a tüzekkel, a Kilimandzsáró oldalán szerdán újra felerősödtek a lángok, de eddig sikerült megakadályozni, hogy a katasztrófa az erdő szintjét is elérje. A tűz egyelőre csak kis kárt okozott a természetvédelmi területen, főleg a hegyvidék bozótos térségében terjednek a lángok, az alacsonyabban fekvő erdős területen nem. Felfelé pedig a sivatag és a hóhatár akadályozza a tüzet, nyilatkozta Tanzánia szakminisztere. Afrikában leginkább a madarak és a hüllők esnek áldozatul a tűzvésznek. A szakemberek úgy számolnak, hogy a Kilimandzsáró területének eddig több mint 1,5%-a leégett. Fekete nap a mai, még sosem követelt annyi halálos áldozatot a koronavírus járvány itthon, mint most. Egy nap alatt 29-en haltak bele a vírus következményeibe, ami rekordnak számít. Minden elhunyt krónikus, idős beteg volt. Közben újabb 950 embernek lett pozitív a tesztje, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladta 28 000-et. A szakemberek továbbra is felhívják a figyelmet a maszkviselésre és az óvintézkedések betartására. Már megérkezett az influenza elleni oltóanyag a házi orvosokhoz és az üzemorvosokhoz, ezt a tiszti főorvos jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília arra emlékeztetett, hogy idén a védőoltás mindenkinek ingyen jár, az a cél, hogy a koronavírus járvány miatt mindenki beoltassa magát. A tiszti főorvos azt kéri, hogy mindenki vegye fel a szezonális vakcinát, aki munkájából adódóan sok emberrel találkozik. Ezt mindig az oltó orvos dönti el, hogy oltható-e valaki. A szociális intézmények dolgozói,
a mindenféle közszolgáltatásban dolgozók, tehát itt a kormánytisztviselőkre, a rendvédelmi szervekre is olyan közfoglalkoztatott dolgozókra gondolok, akár a közlekedésben dolgozók, akik sok kontaktusnak vannak kitéve a munkavégzésük során, és könnyebben fertőződhetnek, mint más személyek. Tombol a járvány Európában, az országok sorra szigorítanak, a franciáknál kijárási tilalom lesz. Emmanuel Macron szerint aggasztó a helyzet, ezért kellett szigorítani. Angela Merkel is megszólalt, azt mondta, hogy egy újabb zárlat tönkretenné a gazdaságot, de a járvány gócpontjaiban így is kénytelenek szigorítani. Olaszországban is óvintézkedések léptek életbe, a házi bulikat és a népesebb családi összejöveteleket is korlátozzák. Robbanásszerűen megnőtt a fertőzések száma Németországban, és ezt a hatóságok is látják, ezért újra szigorítanak. Azokon a helyeken, ahol 100 000 lakosra 50-nél több fertőzött jut, úgynevezett hotspot szabályok lépnek életbe. A vendéglátóhelyeknek és a szórakozóhelyeknek este 11-kor be kell zárni, a súlyosan fertőzött gócpontokban pedig 10 főre kell korlátozni a rendezvényeket és az összejöveteleket. Angela Merkel a tartományi vezetőkkel tárgyalt, majd arról beszélt, hogy fel kell tartóztatni a járványt, mert túlterhelődhet az egészségügy is, tönkre mehet. De a német kancellár is hasonló állásponton van, mint a magyar kormány, vagyis hogy a tavaszihoz hasonló újabb zárlatot nem fog kibírni a gazdaság. Ha megkérdeznék tőlem, mi az, ami leginkább aggaszt, az a járvány ugrásszerű növekedése, amelyet meg kell állítanunk, különben semmi jóra nem számíthatunk, mondta a német kancellár. Ez már Olaszország, ahol a napi fertőzés szám meghaladta a 7000-et. Ez az eddigi legmagasabb szám a járvány kezdete óta. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök azt mondta, ha a járvány a mostani ütemben terjed, karácsonyra ismét le kell majd zárni az országot. A presszók és a szórakozóhelyek csak este 9-ig lehetnek nyitva, és betiltották a fiatalok utcai gyülekezéseit is. Közben a házi bulikat, a népesebb családi összejöveteleket és a vendégségeket is korlátozták. A maszkviselés pedig nyílt és zárt térben is kötelező. Az Egyesült Királyságban is romlik a járványhelyzet, Liverpool után további angliai térségekben, valószínűleg Manchesterben és a szomszédos megyében is bevezetik a nagyon magas készültségi szintet. Liverpoolban szerda óta nem nyithatnak ki a pubok és a bárok, az edzőtermek, a szabadidőközpontok, a fogadóirodák és a kaszinók sem. A brit kormány a héten jelentette be, hogy a tavaszihoz hasonló teljes zárlat elkerülése érdekében 3-fokozatú készültségi rendszert alkalmaznak. Közepes készültség mellett megengedik, hogy zárt térben legfeljebb 6-an találkozzanak. Magas készültségi szint esetén senkit sem szabad otthon fogadni, aki nem él abban a háztartásban. A londoni polgármester szerint hamarosan a brit fővárosban is elrendelhetik a közepes készültségi fokozatot. Egymás után érkeznek a mentőautók az egyik párizsi kórházba. Az országban már több mint 9000 fertőzött van intenzív osztályokon. Az egészségügyi hatóságok attól tartanak, hogy nem lesz elég ágy, ahová a betegeket elhelyezhetik. Franciaországban a héten már harmadszor lépte át a 20 000-et a napi új fertőzött szám, ezért a francia kormány szerdán rendkívüli állapotot hirdetett. Emmanuel Macron pedig új korlátozásokat jelentett be. Nem veszítettük el a kontrollt a járvány fölött, a helyzetünk aggodalomra ad okot, és ez azt jelenti, hogy nem maradhatunk tétlenül, ugyanakkor nem kell pánikot sem kelteni, mondta a köztársasági elnök. A legmagasabb riasztási övezetekben este 9-től reggel 6-ig kijárási tilalom lesz szombat éjféltől. A korlátozás 4 hétig tart majd, de ha kell, meghosszabbítják. Aki megszegi a kijárási tilalmat, az 50 000 forintnak megfelelő bírságra számíthat. Az érintett nagyvárosokban minden színháznak, mozinak és étteremnek be kell zárnia este 9 óráig, és a magánrendezvényeken sem lehetnek 6-nál többen. Az országon belüli közlekedésben azonban nem lesznek korlátozások, és az iskolákat sem zárják be. Hatházi Ákos álhíreket terjeszt, erre utalt az M1 műsorában a Jobbik alelnöke. Szerinte ugyanis a független képviselő vizsgálódása után nyugodtan távozott Bíró Lászlótól. Több más ellenzéki politikus után Ander Balázs is tagadta, hogy tudta volna a borsodi jobbikos jelölt korrupciós ügyeiről, és azt is, hogy erről Hatházi Ákos értesítette volna őket. Közben Hatházi Ákost napok óta hangoztatja, bizonyítani tudja, hogy Bíró László uniós pénzekkel élt vissza. Aki a vasárnapi kudarcot valamiféle részsikerként próbálja magyarázni, és csak az ellenszélre panaszkodik, az már egy esetleges 22-es kudarcra is készül a kommunikációs panelekkel. Ezt üzente Hatházi Ákos szerdán a közösségi oldalán.
A független országgyűlési képviselő napok óta kitart amellett, hogy Bíró László indítása több volt, mint egyszerű hiba. Állítása szerint ugyanis a baloldali pártok vezetőinek tudniuk kellett a jobbikos jelölt körüli korrupciós ügyekről. Vagyis arról, hogy Bíró László a korábban általa vezetett szövetkezeten keresztül uniós támogatásokkal élhetett vissza. Ha kell, akkor bizonyítani tudom, hogy a pártoknak a vezetőinek tudniuk kellett az én jelzéseimről. Hadházi Ákos kedden az ATV-nek azt mondta, bizonyítékokkal is nyomatékot tud adni állításainak. Szerinte szövetségesei vagy nem fogták fel, mivel vádolható Bíró László, vagy nem néztek utána a részleteknek. Van egy bizonyos vezetői szint, ahol ha nem tud róla, és nem tájékozódik róla, az nagyobb hiba, mint az, hogyha tud róla és nem beszél. Nekem is dilemma volt az, én ugye lementem, mert hívtak kampányolni, és előtte tájékozódni akartam. Természetesen dilemma volt, nem beszéltem róla. Tudniuk kellett a kollégáknak róla. Semmelyik ellenzéki pártvezetője nem kapott ilyen értesítést Hadházi Ákostól. Én biztosan nem. A Bíró László mellett egységesen kiálló baloldali politikusok ennek ellenére tagadják, hogy Hadházi Ákos bármilyen visszaélésről szólt volna nekik. Szerdán Karácsony Gergely főpolgármester és Hadházi Ákos volt pártársa, Kanász Nagy Máté is elhatárolódott a független képviselőtől. Vagy bocsánatot kér, és vagy elismeri, hogy ez a fajta inszinuáció nem volt szerencsés. A másik út pedig az, hogyha valóban vannak neki bizonyítékai, papírjai, akkor azokat elő kell tárni, és bizonyítania kell az igazát. Nem szólt az ő által a vélelmezett dolgokról senkinek. De nem csak szerintük, hanem a Jobbik szerint is hazudik Hadházi Ákos. Ander Balázs alelnök az M1 kérdésére úgy fogalmazott, a politikus saját magát hozza kényelmetlen helyzetbe azzal, hogy álhíreket terjeszt. Hadházi Ákos ott járt Tarcalon. Minden lehetősége megvolt egyébként ahhoz, hogy betekintsen Bíró László céges papírjaiba. Egy pendrive-ot is felkínáltak, amin ott voltak az adatok. Egy 20 perces beszélgetés után Hadházi Ákos megnyugodva távozott. Nem hiszem, hogy egyébként ez lenne a járható út, amit ő most folytat. Tudom, hogy kellemetlen képet alakíthat ki rólam a pártok vezetőiben, hogy én itt ugrálok, de ez kevésbé aggaszt engem, mert azt hiszem, igazam van. Közben ezt üzente vissza az őt támadóknak Hadházi Ákos a közösségi oldalon. Ha én egyszer elkezdek beszélni, ha én egyszer kinyitom a számat, Hadházi Ákos szerintem bejelentkezett, hogy neki feltehetően vannak aktái, amiket most nem hozott nyilvánosságra. Kiszeli Zoltán politológus szerint a független képviselővel most egy újabb szereplővel bővült a baloldali hatalmi harc. Ki tudja, hogy legközelebb a választás előtt hozza nyilvánosságra azt, amit tud. Most ugye azt mondta, hogy visszafogta magát. Szerintem ezzel magára akarja felhívni ebben a helyzetben a figyelmet, hogy ő igazából vele is számolni kell. A szakértő hangsúlyozta, a baloldali pártok és politikusok ezúttal is egymás kárára versengenek a 2022-es vezető szerepért. Láthatóan az Európai Bizottság is felült a hazai baloldal álhíreinek. Erről az igazságügyi miniszter beszélt Donát Anna kiszivárgott felvétele kapcsán. A Momentum EP képviselője egy videóban arról beszélt, hogy ők is hamisan nevezték diktatúra törvénynek a járvány elleni védekezésről szóló jogszabályt. A Momentum is az elején sajnos rosszul élt azzal, hogy azt mondta, hogy diktatúra törvénynek nevezte a legelső megnyilvánulásaiba. A Momentum is alaptalanul kezdett el diktatúrázni tavasszal. Ismerte el Donát Anna a Hír TV birtokába került felvételen. 137, igen 53, nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Alig, hogy elfogadta március végén az országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, Brüsszelben ismét felerősödtek a Magyarországgal szembeni kritikus hangok. A balliberálisok a magyar demokrácia végóráit látták és láttatták. Nagyon alaposan tanulmányoztam a törvényt, de egyáltalán nem merült fel bennem, hogy eljárást kellene indítani Magyarország ellen. Így értékelte akkor a jogszabályt Vera Jurová. Az Európai Bizottság liberális alelnökei lapinterjúban már arról beszélt, hogy csak azért nem tudnak kötelezettségszegési eljárást indítani Magyarországgal szemben, mert nem találtak rá jogalapot. Brüsszelben nem hagyták annyiban a dolgot. Az Európai Parlamentben vitát rendeztek a magyar koronavírus elleni védekezésről. A hazai baloldal képviselői az Európai Parlamentben is folytatták a jogszabály kritizálását, támogatva az európai balliberálisoktól érkező bírálatokat. Az ülésen mindenki szót kapott, kivéve a magyar kormány képviselője. Varga Judit igazságügyi miniszternek nem engedték meg, hogy felszólaljon. A kormány tudta, hogy a hazai baloldal kottájából játszottak azok, akik tavasszal nemzetközi ösztűz alá vették a kabinetet, mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban.
ez a legnagyobb tanúság ebből a kiszivárgott videóból, hogy maguk az ellenzékiek is tudták, hogy ezek álhírek, hogy ezek hamis információk, és mégis képesek voltak ezeket a külföldiek szájába adni, és ugye így kerülhetett arra sor, hogy folyamatosan vizsgálódott a bizottság, hogy Didi Reinders, Jurova, anélkül, hogy egyébként elolvasták volna a törvényt, elolvasták volna, meg akarták volna ismerni a tényeket, már is politikai elítélő nyilatkozatokat adtak ki. Donát Anna videón tett kijelentései azt igazolják, hogy az EU tisztviselőit és intézményeit tudatosan félrevezetik, hazugságokkal manipulálják a Momentum mozgalom politikusai és a magyarországi baloldal európai parlamenti képviselői. Áll Dajcs Tamásnak az MTI-hez eljuttatott közleményében. Vera Jurovával 3 naponta beszéltem telefonon. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja írásbeli kérdésekkel fordult Vera Jurovához. Arra várnak választ az Európai Bizottság alelnökétől, hogy valóban rendszeresen egyeztetettem Magyarországról Donát Annával. Olvasható Dajcs Tamás közleményében. A fideszes EP képviselő szerint Donát Anna kiszivárgott felvétele kérdéseket vett fel az Európai Bizottság munkamódszereivel kapcsolatban. Tovább bővül az otthonteremtési program, januártól már lakásfelújításra is lehet igényelni állami támogatást. A költségek felét az állam állja legfeljebb 3 millió forintig. Az egyedüli feltétel az az, hogy legalább egy gyerek legyen a családban, a támogatás igényléséhez pedig a csok nem feltétel. Novák Katalin miniszter szerint a programmal azokat is szeretnék megszólítani, akik az eddigi családtámogatásokat nem vették igénybe. A lehető legbővebbre szeretnénk nyitni a kaput, azt szeretnénk, hogyha valóban a legtöbbeknek tudnánk segíteni, hiszen ez az otthonfelújítási program elsősorban segít abban, hogy akik már gyermeket nevelnek, minél jobb körülmények között tehessék meg ezt, másrészt pedig hozzájárul a gazdaság fellendítéséhez. 25 ezer ember foglalkoztatását segíti a kormány új programja, amely ma indul. Olyan cégek pályázhatnak, amelyek 25 év alatti vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt alkalmaznak. Az állam cserébe 5 hónapon keresztül havi bruttó 100 ezer forint támogatást ad. Készülnek a kenyerek ebben a nyíregyházi gyárban. A cég 205 alkalmazottja közül csupán 10 frissen végzett pék van. Ők az iskola elvégzése után egyből kaptak állást. Nagyon sok tapasztalatot szereztem, egy ilyen fél év után dagasztóváltóként vagyok itt. Sok végzett diáknak nincs ilyen könnyű dolga, ugyanis hiába szereztek végzettséget, ha még nem dolgoztak a szakmájukban. Már egy hónapja keresek munkát, csak sajnos több cég az gyakorlathoz köti. A legfrissebb adatok szerint a 15 és 24 év közöttiekből kerül ki a munkanélküliek több mint egyötöde. Éppen ezért a kormány elindította a vállalkozások munkaerő támogatási programját, hogy a 25 év alatti álláskeresők és az alacsonyabb iskolai végzettségűek alkalmazását ösztönözze. Ehhez pedig 5 hónapon keresztül maximum bruttó 100 ezer forint támogatást ad a munkáltatónak, ha ebbe az álláskereső csoportba tartozót foglalkoztat. Az alacsony iskolai végzettségűeknél azt tudom mondani, hogy inkább a feldolgozóipar szalag melletti tevékenység az, ahol ilyen munkavállalókra számítanak. A 25 év alattiaknál igazából nincs ilyen jelzés, pontosabban nincs ilyen specializáció. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései eddig több mint 1,4 millió munkavállalón segítettek. A megtett munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő lépések eredményeként augusztusra ismét 4,5 millió fölé nőtt a foglalkoztatottak száma. Megindult az utolsó roham az OK és képzésekért, ilyen képzéseket ugyanis csak évvégéig indíthatnak az iskolák. Januártól változik a szabályozás, a tanfolyam szervezők csak tanúsítványt állíthatnak majd ki, és akkreditált vizsgaközpontban kell majd vizsgázni. A jelenlegi tanfolyamok ezért gyorsan megtelnek és rövidebb idő alatt is elvégezhetők. December 31-ig lehet utoljára jelentkezni OK és képzésekre felnőtt képzés keretén belül. Ugye ez azt jelenti, hogy a rövidebb tanfolyami rendszerű képzések fognak így ebben a formában megszűnni, tehát elsősorban azokra a képzésekre van érdeklődés, amelyek fél egy év alatt elvégezhetőek.
30 millió dolláros programban magyar vállalatok végzik el a legnagyobb Fülöp-szigeteki tó vízminőség javítását és mérését. Ezt manilai tárgyalásai után jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a tó rendkívül szennyezett, ezért sem idegenforgalmi, sem más típusú igénybevételre nem alkalmas. Ezen akar változtatni a Fülöp-szigeteki kormány magyar segítséggel. 30 millió dolláros kötött segélyhitelprogramot indítunk el, amelynek keretében magyar vállalatok fogják elvégezni a legnagyobb Fülöp-szigeteki tó rehabilitációját, vízminőségjavítását és vízminőség mérését is, emellett pedig az ország minden régiójába szállítanak víztisztító berendezéseket. Minden segítség számít, ezzel a mottóval kezdte meg az Ökumenikus Segélyszervezet téli segélyprogramját Kárpátalján. A Megyei Jogú Városok Szövetsége is csatlakozott az adománygyűjtéshez. Az összegyűlt pénzből a többi között élelmiszercsomagokat és tüzelőt vettek a rászorulóknak. Hoztunk egy kis téli tüzelőt. Igen. Mert tetszik engedni minket, behozhatjuk. A 86 éves Piroska néni egyedül él. Ő is kapott a tél beállta előtt 5 mázsa brikettet és 5000 forint értékben száraz élelmiszert az Ökumenikus Segélyszervezettől. Cukor, kása, makaron, liszt. Hát vagy egy hónapra biztos elég. Jó az a támogatás? Mennyire jó az a néninek? Hát nagyon jó, nagyon jó. Hát sokat jelent. Sok pénz kéne, ez sok pénz, ha ki kéne adni. Nekem a szobára is kell egy ajtó, mert hideg van. Gleba Tímea 5 gyereket nevel egyedül. A házukban valamennyi ajtó tönkrement, de kicserélni nem tudják. A család összjövedelme átszámítva nagyjából 30 ezer forint. Számukra létfontosságú az Ökumenikus Segélyszervezet adománya. Annyi pénzem nem lenne, hogy meg tudjam venni, mert mondom, így is nehéz a páromnak a gyógyszert nem tudom megvenni, mert hogyha kapok 3000-et, akkor vagy gyógyszert veszek belőle, vagy a gyerekeket, mert drága gyógyszere nagyon. Úgyhogy nehéz, nehéz körülmények közt élek. Az őszi akcióban 2400 rászoruló és nagycsaládos kap élelmiszercsomagot, 300 családnak pedig tüzelőt visz a segélyszervezet. Ugye megváltozott az időjárás, hideg van, a járványügyi intézkedéseknek a szigorítása várható, úgyhogy ez az év ebben a szempontból talán még nehezebb, mint a korábbi. Az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai segélyprogramját bárki támogathatja a 1353-as adományvonalon. Egy-egy hívás 250 forintos támogatást jelent a családoknak. A szervezet 40 hívásból már egy nagyobb élelmiszercsomagot is össze tud állítani a rászorulóknak. Robotdelfinek válthatják fel élő társaikat a vízi élmény parkokban, legalábbis ezt szeretné elérni az a cég, amelyik a tengeri emlősök élethűmását elkészítette. Jelenleg 3000 delfinél fogságban, amelyeket turisták szórakoztatására különböző műsorokra tanítanak be. A robotok azonban még egy ideig biztosan nem lesznek elterjedtek. Egy műdelfinért ugyanis 5 millió dollárt, vagyis több mint 1,5 milliárd forintnak megfelelő összeget kér a gyártó.